Sziasztok! Charlie vagyok, és ez itt az ECG tesztek. Ebben a videóban folytatjuk a már korábban megkezdett sorozatunkat, melyel a kezdő elektromos cigaretta felhasználóknak kívánunk segítséget nyújtani a választásban. A mai videóban is egy olyan terméket fogok bemutatni, ami rendelkezik a Villanypára Egyesület ajánlásával. Nézzük meg közelebbről! Nézzük akkor a patront. A patron üresen érkezik. A feltöltése roppant egyszerű, itt ezt a kis felső menetes szipkát kitekerjük, félretesszük, megnézzük a belső részét. Amint látjuk, ott van egy pici kis fém cső. Arra kell figyelnünk töltés közben, hogy abba a csőbe ne kerüljön folyadék. Ezt a legegyszerűbb módon úgy tudjuk feltölteni, hogy egy picit oldalára billentjük, és a palást oldalára becsurgatjuk a folyadékunkat. Legegyszerűbb módon ilyen kis töltőtűs flaskával tudjuk ezt megoldani. Lehúzzuk róla. És mutatom így, ide becsurgatjuk szépen lassan. És ha ezzel megvagyunk, fogjuk, és visszatekerjük. Fontos, hogy csak addig töltsük, ameddig szabad. Itt láthatjuk a palást falán 1,3 ml az űrkapacitása magának a tankrésznek, úgyhogy ennyivel tudunk gazdálkodni. Ha ezzel megvagyunk, fogjuk, rátekerjük az akkumulátorunkra, megnézzük, hogy a zsebzár be van-e kapcsolva, jelen esetben nincs, és halljuk is, hogy ropog. Én most csak azért próbáltam ráízítani egyből, mert nekem az üvegszála már be volt itatva. Egyébként, ha ezt szárazon próbáljuk meg, akkor meg fogja égetni az üvegszálat, tehát más dolgunk sincs, első töltésnél fogjuk, és miután megtöltöttük, így egy picit pihentetjük 2-3 percet. Ha a pihentetéssel megvagyunk, azt is megtehetjük, hogy egy párat üresen beleszívunk, tehát nem nyomjuk a gombot, csak beleszívunk, és ezzel egy picit még jobban szívja az üvegszál magába a folyadékot. Hogyha csökken, vagy romlik az íz, vagy kevesebb az a gőzmennyiség, amit produkál a megszokotthoz képest, akkor érkezik el az ideje ennek a patronnak a cserére. Az a csere teljesen egyszerű, tehát nem kell szétszedni, nem kell semmit cserélgetni benne. Egy ilyen üres patront leveszünk, félretesszük, fogunk egy ugyanilyet, amit a shopban vettünk utólag, vagy egyszerre, teljesen mindegy. Rátekerjük, természetesen ugyanígy megtöltve, és használjuk tovább. Ennek a patronnak egyébként nagyságrendileg ilyen pár száz forint környékén van, tehát azt hiszem, hogy 1000 forint egy ilyen új cserepatron. Ami még fontos, hogy vízszintes pozícióban szívjuk a cigarettánkat, hogy mindig itt az üvegszálak tökéletesen el legyenek látva folyadékkal. Az eszközről egyébként annyit lehet még tudni, hogy nem csak ebben az egy színben létezik. Most nálam ez van, ez egy ilyen gumírozott hatást keltő fekete akkumulátor. Egyébként kapható még ezen kívül piros, fehér, kék, barack és lila színben. A fekete, a lila, a piros és az ezüst az ilyen gumírozott hatású, mint ez, ami a kezemben van, a többi
pedig festett fém. Nézzük meg akkor, hogy muzsikál ez a kis eszköz élesben. Az előbb megtöltöttük a vadi új készülékünk kazánját. Nézzük meg akkor, hogy ez a kis pici aksi hogy tudja meghajtani. Teljesen kellemes a mennyisége a gőznek. Ami egy kezdő elektromos cigarettázónál még érdekes lehet, hogy szívjuk ezt a készüléket. Először megnyomjuk a gombot, hagyunk egy másodpercet neki, és utána kezdjük el szívni. Majd miután úgy érezzük, hogy na most elég, akkor a gombot elengedjük, ez ilyen 5-8 másodpercig szívjuk mondjuk, elengedjük a gombot, és még utána egy picit szívunk, hogy itt a csőben, ahol bár van egy ilyen kis kondens csapda, hogy ne csurogjon a szánkba, de itt a csőben lecsapódik a kondens, hogyha így szívjuk, hogy elengedjük, és utána még egy picit szívjuk, akkor ezt a gőzt, ezt a melegebb gőzt is kiszívjuk, és nem csapódik le annyi kondens. Nincsen szerintem a gőzzel semmi gond a mennyiségre, és az íze is jó. Én most egyébként egy 70-30-as levessel szívom, tehát 70 végé, viszonylag sűrű, de még ezzel sem okoz problémát a történet. Na, nézzük akkor ennek a kezdőszetnek a pró és kontra érveit. Kezdjük először a kontrával. Viszonylag kicsi kapacitás. Értem én ez alatt az akut is, és a tartályt is. Viszont hozzá kell tegyem, hogy lehet, hogy ez csak nekem kicsi kapacitás, mert én viszonylag sokat szívom az elektromos cigarettámat, és nekem elmegy 8-10 milliliter is naponta. Viszont, aki tényleg csak ezt a napi 10-15 szálat szívja analóg cigarettából, ez nekem a koca dohányos kategória, vagy annál egy picit erősebb. Hölgyeknek például ez ideális választás lett már a mérete alapján is, tehát ez 11 milliméter vastag kompletten ez az egész, és 13,5 centi hosszú, 30 deka sincs ez az egész, 25-27 gram körül van valahol. Tehát akinek ez a kapacitás megfelel, aki ilyen keveset szív, annak ez a kontra sem kontra. A próként felsorolható számomra nagyon tetszetős a rugós középérintkezője, tehát itt nem nagyon fog előfordulni az, hogy nincs érintkezésünk. Nagyon könnyű üzembe helyezni, és amit az előbb is mondtam, ez a kompakt méret. Illetve, hogy ezt egy ilyen kis tűs flaskával is gond nélkül lehet tölteni, illetve ezzel lehet igazán jól tölteni. Ezt az ember berakja a zsebébe, vagy elteszi a táskájába, és utána ezzel a cigarettával elindul napközben, esetleg még ezzel a kis USB-töltővel megtámogatja magát, és akkor már a munkahelyén is biztosítva van, hogyha esetleg lemerülne. Mindent egybevetve kezdők számára, kocadohányosok számára ajánlott. Ajánlom én is, és a Villanypára Egyesület is. Szívjátok ezt, ne az analógot, ez ezerszer egészségesebb, annál bárki bármit mond. Jó gőzölgést kívánok nektek, sziasztok!